Baskai Viktor, szupersztereó, itt van velünk, zeneszerző, DJ. Sziasztok! És hát sziasztok. Ugye általában ezen a dalon 2018 óta kotlottál, tehát meg volt már az alap. Mi tört 3 évig egy ilyen helyzetben? Hát, hogyha elmondanám, hogy a Bent a neved az a legnagyobb sikeres dalom, ugye azon, az 6 éve kész volt már a megjelenés előtt. Nem tudom, nekem... Miért? Van ilyen. Mert meg kell találni a megfelelőt. Nekem is van a fiókban? A szájvelem az 2010-ben jött ki, de az 2006-ban nekem például meg kész volt. Micsoda kincsek vannak a fiókkotőkban? Igen, és ez egy ilyen pillanatműve volt, ugyanis nekem a társszerző társam, ugye a Tariska Szabolcs, aki írta ennek a dalnak a szövegét, neki pattant ki a fejéből ez az ötlet, hogy kiadjuk fel a Völgyesi Gabit, mert szerinte egy ilyen érettebb nőnek állt ez a szöveg jól, tehát igazság szerint ez egy szakítós dal, de mégis arról van benne, tehát úgy van megfogalmazva, hogy azért ez egy érettebb nőnek sokkal jobban áll, és a Gabinak elküldtük a demót, megtetszett neki, és akkor így nagyon hirtelen életre kelt az egész projekt, úgyhogy nekem vannak mindig így betározva dalaim, és akkor ahogy hozza az élet, úgy rakom össze, vagy születnek. Hát ez jól érzékelem, hogy ez már azért a nyárra tározódik? Tehát, hogy ezt most így szépen fölfuttatjátok, és várjátok, hogy hát ha nyitunk, és ez hát egy jó after dal, jól érzékelem? Igen. Vagy before, vagy after. Vagy before, tehát, after, hogy, after, igen. Mert egyébként egy buli indításához vagy az a jó, hogy egy kicsit szomorkodunk, és akkor jó lesz ez, vagy a végén, amikor már nagyon szomorúak vagyunk, és akkor jó volt ez. Első közös melótok? Az első. Aha. Igen. Az első, de nagyon élveztem, meg szerintem a Gabi is, most így, ha beszélhetek a nevében, mert nagyon gördülékenyen ment minden, tetszett neki nagyon a dal, tehát hogy megvolt a közös hangulat, meg a kapocs. És ezek a dalok aztán megjelennek színpadon is, mert mondjuk te klasszikusan, mint DJ, hát nyilván ott állsz a pult mögött, és akkor nincsenek ott énekesek körülötted, hanem szól a zene. Igen, pedig szeretnéd. De akkor ezt szeretnéd, ezeket, egyébként elég sok duettet, elég sok előadó dolgozol együtt, tehát ezek megjelennek együtt esetleg, mert színpadon? Nekem egy nagyon nagy titkolt vágyam, hogy egyszer egy ilyen szuper show-t kirakjak a színpadról, ahol nagyon sok énekes, akikkel dolgoztam, együtt tudjuk előadni, de alapvetően nyilván ez most nem. És hogyha tényleg most itt lesz egy kis nyitás, és tudunk jobban mozogni, akkor gondolom mindenki hirtelen elfoglalt lesz, úgyhogy mindenki a saját produkciójára, ugye Gabi is a Unique-ra például fog koncentrálni. Én meg DJ-szetként igen, de én elég változatosan építem föl, tehát a saját dalaimat kiegészítem, vagy csinálok belőle egy ilyen klubosabb verziót. És akkor már nem before after, igen, hanem be a közepébe. A közepébe, tehát valamikor így hozzápiszkutálok, vagy pedig kiegészítem még olyan dalokkal, amik esetleg hozzápasszolnak tempóba, hangulatba, stb. Hogy így építem föl. Meg abban is elég egyedi vagy, hogy popzenét ebben az elektronikus formában tálalod, tehát igazából ez nem jellemző, mert ugye vannak trendek, amik nemzetközi trendek, amiket követnek általában, tehát ebből egy picit azért kilóksz az ügyben. Igen, de azért próbálom tartani én is a lépést a külföldi dolgokkal. Nyilvánvalóan mindannyian érünk behatások, vagy mindannyian kapunk behatást. Én sajnos az a kategória vagyok, aki nagyon sok zenét fogyaszt. Ismerek olyan zeneszerzőket, zenészeket, akik azt mondják, hogy nem hallgat, csak a belső, csak a izé. Viszont nekem ugye a hangszerelést is én csinálom, és azért én szeretek képbe lenni, hogy hogyan szólnak a mai dalok. És akkor ebből mindig kialakul bennem egy ilyen, hát szerintem egyedi, de hát ezt nyilván mindenki maga dönti el, de hogy valahogy úgy kombózom össze, hogy az nem egy kopi, hanem inkább sokkal törekszek arra az egyediségre, amitől olyan ízű lesz a dal, amire azt mondják, hogy na, ez szupersztereós. Igen, hát pont ezt akartam kérdezni, hogy ezt hogy határozod meg, mi az, hogy szupersztereós, mert ez a Bent a neved nekem egy eléggé más világ, mint mondjuk ez a karibi hangulat. Mi az az irány, ami, vagy szabadon hagyod magad, és pont az a szupersztereós? Igen, szabadon hagyom magam, de egyébként én azt vettem észre, hogy ezek a kicsit őrültebb dolgok, amikor megjelennek benne, ebbe egyébként most kevésbé, de például a Bent a nevedben is, hogyha megfigyeljétek, van az a fütyülős rész, a tikki-tikki-t, tikki-tikki-tik, ja nem, az pont egy másik dalomban van, de mindegy. Szóval, hogy vannak benne mindig ilyen kis finom jelzések arra, hogy ilyen modern dolgokat próbálok beleszűrni, úgyhogy én ebbe érzem, de egyébként ezt a szupersztereóságot nem is én fogalmaztam meg, hanem az egyik barátom, akinek mutattam még a demo verziójába, szoktam neki mutogatni dalokat, és rögtön azt mondta, hogy hát ezt akárhol meghalanát, biztos tudná, hogy én csináltam, mert annyira olyan. De én effektíve nem tudom a receptjét, tehát én amikor leülök, ugye tiszta lappal indulok, és akkor abból kezdem fölépíteni a dolgot, aztán úgy csűröm, csavarom, ahogy nekem tetszik. Mik a terveid? Esetleg a zeneszerzés nagyobb hangsúlyt kap az életedben, a jövőben? Igen, de most a legnagyobb tervem az, hogy elkezdtem a jogosítványt megcsinálni, ugyanis nekem kimaradt az életem, úgyhogy most teljesen rajta vagyok, járok be a súlyba. Egy DJ, aki úgy cikázik az országban, hogy nem vezet autót. Hát igen, és mert ugye nekem van egy előéletem, én a Péter Fibori Love Bandben doboltam nagyon sokáig, ez a leghíresebb zenekar, ahol én dobosként voltam, és úgy ott beültünk a turnébuszba, jöttünk, mentünk. Aztán amikor elkezdtem a DJ dolgot csinálni, akkor is volt egy sofőröm, viszont ugye a mostani helyzetben meg abszolút
azt éreztem, ráadásul ki is költöztünk Budapestről, és most már abszolút azt érzem, hogy nagyon jó lenne vezetni, mert a páromnak van jogosítvány, úgyhogy vele szoktunk menni, de már néha úgy érzem, hogy én is vezetnék. És most jött el a pillanat, amikor egy kicsit így levettem a fókuszt a zenéről, mert én itt a karantén idő alatt rengeteg zenét csináltam. Tehát, hogy lehet, hogy majd kicsit besűrűsödnek a megjelenések, lehet, hogy nem, ezt még nem tudom. És hol tartasz jogsügyben? Jövő héten megyek a Kressz vizsgára, úgyhogy mindenki szorítson nekem. Abszolút. Ja, azt én a gyakorlat. Hát, a Kressz vizsga az egyszerű, szerintem ráadásul te sokat ültél sofőrök mellett, tehát igen. Azért azt az ember egyszer, mint egy szivacs magába szívja, nem. Műszaki vizsga van még ugyanúgy? Benne van a Kresszbe, de igen, nem vissza kell. Elenyésző, tehát már nem kell kereket cserélni, meg tudni. Meg rutin is sincs például. Igen, szóval, hogy... Hát drukkolunk, és akkor reméljük, hogy a zenéket is hamarosan hallhatjuk. És egy sok klikket kívánunk hozzá. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Sziasztok.